Talán az, hogy vonzó volt, de vonzó. Esemény Nem történetileg. vonzó volt, hanem elfogadtam a Világos. lehetőséget. Esemény történetileg ki szippantott téged oda, vagy ki tolt téged oda, vagy... Kérlek szépen, az egyik akkori barátom, akivel nem azért nem megszakadt, szóval elhűlt, megszakadt a kapcsolat, ő külsős volt a Népszabadság tudományos rovatában, és ő mint külsős, ő nem volt egy literátus ember, ő nem nagyon írt, én meg igen, és tűrhetően írtam, és ő fölkért arra, hogy írja a könyvrecenziókat. Várjál, miket írtál te akkor? Tehát milyen írási tevékenységed volt mondjuk itt a 67-től 70, hány került a Népszabadsághoz? 70... 76. 76-ban. Tehát, ez, a hat, tehát ez, a, ez itt egy évtizedről van szó, amikor, hogy mondjam, te főállásban nem író vagy, hanem... Újságíró. Nem, hát te nem főállás újságíró vagy 67-től 76-ig, ha úgy tetszik. Nem, hanem főállású olvasó vagy, mint szerkesztő. De akkor ezek szerint írtál is közben azért. Hogy írtam? Miket írtam? Külpolitikai jellegű írásaim voltak. Hova? A Kossuthnak volt egy havilapja, az volt a címe, egyébként nem elharaptam, mielőtt még kimondtam volna, hogy nem volt egy színvonaltalan, minden színvonaltalan volt. Egy külpolitikai magazin szerűsége. Nekem az volt a szerkesztőségem belül, a kiadók belül az egyik munkám, hogy azt szerkesztem, ez egy havilap volt. Az ez volt a nemzetközi szemle? Nem, az egy más, ez teljesen más. Világesemény. Volt. Ez nem volt a kezemben érdekes mondani? Hát ebben az akkor frekventált újságírók írtak. Várkonyi Tibor, aki most halt meg, ugye Makai György, akiről hát ne beszéljünk sokat, a Martin József, aki kiváló újságíró volt. Tehát nem volt egy rossz gárda, Gömöri Endre. Szóval egyébként most, hogy ezt mondod, vagy nem is te mondod, én mondom, szóval tényleg Gömöri Endre. Hát aki én szerintem a legnagyobb név a 48 utáni magyar külpolitikai újságírásban. Igen, és így jön be nekem ugye az a tételem, amit itt a Hajdú Jánosos beszélgetésben mondtam, hogy bizonyos értelemben az elemző újságírás az tudományos alkotó munka szempontjából is, ha úgy tetszik, szisztematikusabban követte a világeseményeket, mint amennyire azt a egyetemes történészek, vagy pláne később a mondjuk politológusok le tudták volna fedni. Tehát ilyen értelemben a nemzetközi újságírásnak ez a magyar csapata, ez ilyen értelemben a nemzetközi diplomácia történetnek egyfajta ilyen elemző világa volt. Egyetértő. Na most hát nekem ezek között, tehát őket szerkeszteni, és velük együtt írni, mert én is minden számban én is írtam cikket, és hát az a fura helyzet állt elő, hogy hát a témaválasztásban nekem döntő szavam volt, hogy... Már a sajátodban? A sajátodban? A laptíválasztásodban? Abban, hogy ami hát egy abszurdum volt, hogy egy kölyök, hát egy Gömöri Endre miről írjon. Igen.
Tehát ott már megjelent ez a tudomány szervező parancsnoki pozíció. Igen, és megjelent az, hogy hát a jó társaságba keveredtem, jó társaságba, hát ez jó társaság. Szóval annak ellenére, hogy ami kijött ebből, az semmiben nem különbözött a napilapok külpolitikai cikkeitől, tehát semmiben nem volt őszintébb, semmiféle plusz hangsúly nem volt benne, de hát... Ez nem a bizalmas sorozatnak volt, de hiszen, de ez egy újságárusnak kapható. Igen. De egyébként ez nagyon sokáig ment. Jó, valahogy kimaradt el. Én már középiskolás korban is találkoztam vele, és már engem érdekelt a külpolitika. Tehát én már akkor olvastam. Na most hát... Na és föl tudsz idézni, azt mondod, hogy te befolyásoltad a dolgokat. Befolyásoltam. Hogy meghatároztad, eldöntöttem. Nem, hát fölvetettem, amit el. Jó, oké. Fel tudsz említeni ebben az ügyben olyan dolgot, amiről úgy érzed, hogy sztori? Tehát, hogy volt konfliktus, hogy nem, ezek már alámerültek ezek a történetek, hogy sosem voltak ezek igazán történetek. Nyilván mindenki mások vagy sokad állásban volt ott, gondolom rajtad kívül, nem? Hát ők nem állásban voltak, hanem megbízott. Honorádiumért. Igen. Nem, a világos sem nem volt. Nem, hát az volt, hogy Cipruson, hát Makaria szervük ilyen, az angolok olyanok. Na jó, és mi volt, ha tudod ezt rekonstruálni, mert ez fontos, akkor mi volt a döntési mechanizmus? Hogy te olvastad mondjuk a New York Times-ot, vagy a Spiegel-t, vagy a nem tudom én micsodát, és akkor abból megalkottad magadban azt a képet, hogy mi a fontos, és akkor arról rendeltél cikkeket ezektől az elvtársaktól? Péter, én nem egyedül döntöttem. Jó, akkor arról szám, hogy benned hogy alakult ki az, hogy milyen irányba nyomod a döntést. Hogy mi volt éppen? De az, hogy mi aktuális, azt alapvetően a nemzetközi sajtó... A nemzetközi sajtó, meg a magyar sajtó. Meg a magyar sajtó, amiről írtam. Smelljéből. Igen, amiről írtam. Tehát, hogyha mit tudom én, nem tudom melyik lapba írtak az irányosakról, akkor írjunk mi is. Világos. Igen. Ami nem sokkal különbözött, mint hogy a szerző is ugyanaz volt, aki a magyar nemzetbe írt, az írt a... Ide is. Igen. És hát meg fogsz lepődni ugyanazt. Igen. Gondolom, ezek kicsit bővebbek voltak ezek a cikkek, nem? Tehát ezek terjedelmesebbek voltak minden napi nap. Igen, és ez volt. Igen. Ugye ugyanezen a mezőn volt akkor jelen már ugye a Magyarország című lap is, ami szintén ilyen napi lapoknál azért hosszabb elemzői jellegzírásokat. Igen, körülbelül a... Ugye az egy hogynál... Én nagyon jól ismerem, csak azt nem, arra emlékszem, hogy melyik évben. Igen. De hát az egy... akkor az egy kiváló. Kiváló. Tehát az akkori viszonyok között a többiekhez képest az egy kimagasló van. Azt hiszem, hogy egy Per Pál volt, ugye ott talán a főszerkesztő? Nem. Nem? Nem, hanem a Pálfi József. Pálfi József. Aki egyébként francia tudósító, párizsi tudósító volt, és a 44-ben a Debreceni Egyetemen ő aktív volt. Más tekintetben. Igen, de ez nem befolyásolta a segítői képességeit. Nem, és
Én őt személyesen nem nagyon ismertem, egyszer vagy kétszer találkoztam vele. Szóval ez egy furcsa dolog. Tehát ő, aki fiatalon, de most az ember fiatalon mindenfélét csinál. Tehát adott esetben még zsidót is vele a Debreceni Egyetemben, hát miért is ne. Ő aztán csinált egy kiváló lapot a Magyarországot, és azért viszont olyan... sokakkal fordult elő, hogy nem vertek zsidót. Igen, ezt nem tekintjük teljesen mellékesen. Nem, jó, most jó, igen. Ironizáltad, igen. Majd mindig mondom, hogy akkor jó. És majd erről is beszéljünk, hogy mikor mit kellett, és mi az, amit magánszorgalomból tett a szerző. A feleségemmel sokszor idéztük a Pálffy József, tehát aki ezt a jó kitűnő Magyarország című lapot életre hívta és szerkesztette, a Panoráma könyvekbe ő írta a Franciaországot. Na most a Panoráma könyvek között egy csomó egészen kimagasló minőségű volt, hát főleg a város bédekkerek, szóval nagyszerűek is voltak. Na most a Pálffy nem ilyen. Tehát ez az ember, ismétlem, aki a Magyarország című lapot csinálta, az a 70-es években is a franciaországi úti könyvébe, szóval olyan elképesztően undorító vörös farkok vannak ott, ahol semmiféle farokra nincs szükség. Tehát egy példát mondok, hogy ugye a francia Riviera az a szállodáknak a strandjával utól eltekintve mindig is ingyenes volt, most is ingyenes. Volt bőr a képén ilyeneket írni, hogy a méregdrágos strandok, amikre a belépőt csak az úriosztály és a... Nem. És a francia úti könyvében, mi elég sokat utaztunk Franciaországban, és használtuk ezt az úti könyvet, hemzseg az ilyen rettenetes és teljesen indokolatlanul ott levő kitételektől. Na most, tehát ez egy ilyen világ volt, hogy egymás mellett megfértek különböző színvonalú és teljesítmények. Ahogy tetszik, még ugyanazon az emberen belül is. Igen, erre igen. Jó, tehát ebben a lapban hát próbálgattad oroszlán görmeidet, vagy ha úgy tetszik, lettél már inkább rutinos újságíró, mondhatjuk. Nem csak ebben írtam. Igen, hova írtál még? Nem tudom. Írtál valamikor egy kis doktorit, hogy ez már később volt? Az nem sokkal később volt, az is ilyen 70 körül volt. Talán a szakdolgozatoknak egy átszerkesztés. Nem kapcsolódott ehhez a nemzetközi világ. Felejthető. Voltak még olyan törekvéseid, hogy esetleg vissza, vagy rábeszéltek, hogy ha már megvan, akkor add be. Nem értem a kérdést. Tehát, hogy voltak, neked voltak olyan aktív törekvéseid, hogy hát ha át lehetne nyergelni akadémiai pályára, vagy inkább a... Nem. Nem tűnt nekem elég. Tehát nem volt, hát akkor, hogyha valakiben nincs egy tudósi vagy tudományos elhivatottság,
Hát annak a tudományos pálya uncsi. Hát az megszívás, nagyon kevés pénz. Az nem is azt számított, hanem az, hogy nem eléggé mozgalmas az élet. És ezért... Persze nem lehet külföldre menni annyit, mint adott esetben. És ezért inkább azt próbáltam, hogy a munkámban olyan lehetőségekhez jutni, és ez bőven rendelkezésemre állt, amihez úgy véltem, hogy ilyen félig tudományos megközelítés kell. Hát magát tudom, hogy ez nem az volt. De akkor én azt hittem, hogy azok a történelmi cikkek, én rengeteg történelmi cikkek. Épp az előbb mondtuk például Gömöli Endrére hivatkozva, hogy amit például a Gömöli írt a frankó korszak végéről, az sokkal inkább színvonalas egyetemes történeti munka, mint amit a korszak egyetemes történészei mondjuk megírtak. Tehát, nincs itt egy éles határa. A kortárs dolgokkal foglalkozó egyetemes történészek és a csúcsújságírók között. Van. Na, a kortárs egyetemes történészek jelentős része, nagyon jelentős része az pártpropagandista volt. Uh-huh. Az akkori az úgynevezett külpolitikai tudományos tárnak a javarésze a politikai főiskolán tanított, vagy pedig hát hát olyan volt, mint az igen művelt, de hát eltéríthetetlenül kemény dogmatikus Zsigmond László, aki hát az emberben mindig felvetődött az, hogyha valaki ennyit ismer a világból, akkor miért ilyen? Akkor miért a legvadabb, legvaskadabb, kalaposabb úgynevezett vulgármarxizmust képvisel? Uh-huh. És adtatok erre választ is? Vagy ez egy ilyen örökölcői kérdés marad? Én nem gondoltam arra, hogy szóval csomó mindenre azt gondoltam, hogy én most már olyan nagyon-nagyon-nagyon sok újat nem tudok meg a világról, és hát erre naponta száfol rá a mindennapok. Szóval most elolvastam múlt héten a Kende Péternek élet interjút. Ez nem most jelent meg? Ami most jelent meg. És hát 76 éves koromban úgy érzem, hogy... Relatív élmények érte. Igen. Tehát megint csak bebizonyosodott, hogy nem egészen értem, de azért most már egy picit jobban, hogy lehet az, hogy nagyon értelmes, világot ismerő, illetve szerintem nagyon értelmes emberek 1954-ig vakon hittek a kommunizmusban és abban a rendszerben. 54-ig. Na most, bocsáss meg, elfelejtettem, hogy ez miről jutott eszembe. Mi volt a kérdésed? Valamilyen aktán fogva a Zsigmond László jutott. Ja, igen, a Zsigmond László. Igen. Zsigmond László. Tehát én gondolom, hogy olyasmiről van szó, hogy vannak emberek, akik tudnak váltani, és vannak emberek, akik nem. Hát most...
Én párszor megdöbbentem. Pszichológiai dolgokra gondolsz itt ebben az értelemben, tehát a... Nézd, egy mindig megdöbbenek, amikor elég sokat járok múzeumba, szeretek múzeumba járni. Szóval amikor látom Claude Monet-nak 1924-ben készült festményét, ami mondjuk ugyanolyan, mint a vízi milliómok, tehát pont ugyanolyan, mint amit 1870-ben festett, miközben... Nyertes csapaton ne változtass. Miközben... Már 1880-ban is remekülben jöttek ezek a dolgok, mit kell itt elugrálni, igen. Miközben 1924-ben már... Igen, kicsit változott a világ. Igen. Na most Monet egy nagy festő. Hát Zsigmond László nem egy nagy történész, de most azért éreztem, lehet, hogy rossz ez az analóg példa, hogy ő megmaradt. Megmaradt. A tények ellenére. Van ilyen. Jó. Tehát ott tartottunk, hogy akkor a... tehát eme munkásságod alapján a Népszabadság látott benned egy ifjú, illetve már nem annyira ifjú, középkora felé haladó tehetséget. Hát, ha igen. 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 Akarjuk ezt tovább personalizálni? Kik voltak itt a fő aktorok? Nem akarjuk. Jó. Nem. Mondjuk ehhez hozzátartozik az, hogy nekem ott tulajdonképpen kivételezett helyzetben voltam.